A stúdióban néma csendet szeretnénk kérni. És ez itt a Játsszuk le, köszöntök mindenkit! Mai vendégeink Réka, sziasztok, és Dávid. Hello. Egy nagyon cuki párral indítjuk a mai játékot, méghozzá a csúcsjátszmát fogjátok játszani. Itt egymás ellen fogtok versenyezni. Az a jó. Az a jó, bizony. És vannak ilyen nagyon cuki kis emeleteink, és ezeket a jó válaszok után mindig meg tudjátok kapni, és nem tudom kimenni. Szóval fel tudjátok építeni az emelete, az épületeteket. Az nyer, aki a legmagasabb épületen rendelkezik a játék végére. 21 témakör közül választhattok, mindenki egyesével fogtok majd választani, hogy milyen témakörből szeretnétek kérdést kapni, és nagyon jó fejek vagyunk, mert egyébként a választ is láthatjátok, illetve abból csak pár betűt, de hogy abból kell majd kitalálnatok a választ. Szóval itt van ez a csodálatos kis zöld dobozunk, amiből a 3., 6. és a 9. emelet után tudtok húzni. Van lehetőség, hogy szeretnétek húzni, vagy nem. Ebből a kártyában vannak szerencse kis cetlik, meg bal szerencsét hozó kártyák is. Úgyhogy okosan kell dönteni majd, amikor kockáztattok, hogy húztok-e, vagy nem. Okay? Tudni, hogy én az összes szerencsétlent kihúznám, biztos vagy benne. Én az ilyen játékokban mindig leblokkolok ilyenkor, és nem jut eszembe, és miután vége van, akkor jutott eszembe, hogy úr, és ez ilyen könnyű volt. Egyszerűen ilyenkor nem jutnak eszembe a válaszok, és utána simán. De ráizgulj, de nem kell ráizgulni, jó lesz. Jó lesz. Amúgy érzed ezt? Ez a mentegetőzés szága, amit már most elkezdted. Szép, szép. Annyira egy szép van. Szétszedik egymást, de nem baj, mert majd a játék mindent eldönt. És természetesen most is lesz nézői kérdésünk, amit csak nektek teszünk fel, és a ti válaszaitokat várjuk rá, úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk. Kezdhetjük? Uh-huh. Kezdjük. Íme a témakörök. Úristen. Jézus. Szerintem döntsünk egy kőpapírolóval, hogy ki kezd, jó? Ki választja az első kört? Nem. Nézzétek, gentleman leszek. Nem, hagyjál már így kőpapírolló. Nő ki az elsőbség. Nem, kőpapírolló. Na hát mi kedvesnek se szabad lenni, jó? Kőpapírolló, kőpapírolló. Mission failed. Na, látod? Tudtam, hogy következőleg is. Persze, te is tisztelt. De azt hittett, hogy én ollót fogok. Persze. Nagyon aranyosan felajánlotta, de így Rékáig, így döntetlen. Na, nem tudom, mit fogsz választani. Na, tetoválás. Annyira tudtam. Tényleg? Na, akkor nézzük a tetoválást. 20 másodperccel lesz megválaszolni a kérdést, jó? Úgyhogy mehet. Ebben az országban illegális a tetoválás. Nem tudom. Ilyenkor szabad már? Nem. Szabad. Írak. Nem? Még tippe gyorsan. De jó, kezdted. Ne tud. Az ne, első. Ne, miért nem segítünk neki? Nem tudom. Irán. Na hát ezt megmondom, ezt én nem mondom. Nem baj, nem baj. Igazából, ja, igen, a helyes választ. Ezért most nem kapsz emeletet, de nem baj, mert még van bőven időnk. Szóval, Dávid, a te választásod következik. Melyiket szeretnél? Testhez állnak érzem a sportot, úgyhogy azt a témakört választanám. De sportolsz valami? Már nem, de régebben sportoltam, és imádom a focit, és rajongok érte, úgyhogy Réka nagy. Igen, nagyon benne van témában. Néztétek közösen a meccseket? Aha, nem. Popcornnál meg minden? Én. Ezt csinálják a hoki koronggal minden meccs előtt. Uram, atyám, és a hokit pont nem nézek, le... Ez nem is egy kérdés. Nem baj. Ez amúgy nehéz, én ezt nem tudtam volna magamtól, de megnézzem magamtól. Lefagyasztják. Nagyon durva, mert elvileg simábban csúszik a jégen, aha, úgyhogy... Lefagyasztják. Az szép. Én focis kérdést vártam, amúgy ez nem ért. Amúgy se értek a sporthoz, de milyen jó, hogy ma is tanultunk valamit. Na Réka, a zenét fogok. Ja, ezért nem kapsz emeletet, de még egyikötöknek sincs, szóval így egyenlően. Egyenlően rosszak vagyunk. De én akkor szeretném kérni a zenét. Zene. Na, sejthető. Milyen kérdés vársz itt? Magyar? Nem tudom, tök mindegy, se tudja a választ. Sajt valami lehezet. Híres rapper első nevéről a jól ismert ragadó cetli is eszünkbe juthat. Micsoda? Ezt biztos tudod, nagyon, nagyon nehéz a betűkiagyások miatt, de most nagyon népszerű. És nem tudok rabolni. Ez nagyon népszerű. Volt Szigeten. Igen. Postmelon. Hát igen, mert Post-it, tudod. Réka, az négy, tehát én sem tudtam, amikor én nézegettem. Ez nagyon jó volt. Annyira máson jártam, annyira más vonalon voltam, mondom, úristen, valamilyen XXXTentacion féle rapperen gondolkoztam, mondom, ki Post-it a izé? Hát eszembe nem jutott volna Postmelon, pedig szeretem.
Következzen Dávid választása. Melyik témakörre szemezget? Egyik esetem. És egy kérdés esetem megválasztani. És nem lel itt semmi. De hogy nem. A filmet szeretném választani. Szerettek filmeket nézni? Aha. Igen, én nagyon Dávid szeretem nagyon a filmeket. Szeretne, úgyhogy... szeretek amúgy. Van ilyen kedvenc közös kategória, amit így nagyon imádtok? Filmekben? Horror? A horrort én szeretem, a romantikust ő szereti, de... A mesét szereti. Igen, amúgy tényleg. Na nézzük a filmes kérdést. Hangja segítségével James Bond bőrébe bújt. Mi van? Ezt tudom. Ha... Most nem már. Hangja segítségével James Bond bőrébe bújt. Ez így nehéz egyébként ezekkel a betűkkel, de... Hangja segítségével... Tehát szinkronhoz kapcsolódik. Én értem. Kautsky Armand, ezt én tudtam. Jézusom, hát ez... Azt hittem, hogy kutya, mi? Ne, ugye, hogy voltam meg adott be, hogy kutya, és akkor folytattam volna. Ezt tudtam, ezt tudtam. Most direkt szivattok, én érzem. De hogy direkt szivattok? Most még egyikőtöknek sincs emelete, szóval hát ez nagyon rossz. Ez nagyon rossz. Tudtam, hogy ezt fog következni, tudsz, hogy semmire nem fog. Ez ilyen nincs. Akkor én a tappancsot szeretném választani, hogy akkor lássuk a tappancs kérdés. Hatalmas puha bundájáról és játékosságáról ismert kutyafajta. Egy ilyen nagyon fluffy kis dolgot képzeljétek el. Milyen kutyafajták vannak? Ja, ezt én nem tudom, hogy mire gondolsz. És nagy kutya. Nagy kutya. Nagyon nagy kutya, és fehér, szürke, filmekben is. Soha nem találtam volna ki ezt a kutyát. A Bobtail. Nem is ismerem ezt a kutyafajtát, ezt a komolyan mondom. Ez a kutyafajta nem is létezik. Dáviddel annyit szoktunk beszélgetni, mert annyi kutyással járunk, találkozunk, meg ilyesmi, és annyi kutyafajtát ismerünk, de én ezt komolyan nem ismertem. Láttam már ezt a kutyát, szerintem életemben talán egyszer láttam ilyet az utcán. Na, akkor következzen, Dávid, választás. Én amúgy most ilyen bullshit-et fogok tolni, és a történelemre fogok menni. Jó volt a törőben? Nem. Azért nem, eddig azt hittem, hogy jó leszek, nem sikerült, most hátha. Most fordítod a taktikát. Váltuk, igen. Na nézzük akkor a történelemhez kapcsolódó kérdést. A mítikus történet szerint ők Róma városának alapítói. Így van. Romulus de és ez, ez szerintem ez nem is volt nehéz. Szerintem sem. Azt hittem eddig jobban kiakadsz, hogy... Eddig ez volt a legkönnyebb. Na. Nem. Szóval Dávid elérkezett az első. Várjátok, kiévezem ezt a pillanatot. Ezek után rámegyek a irodalomra. Ez az. Köszönöm szépen. Látod a fordított taktika? Így van, és egy D betűt választ. Természetesen. Na Réka, hát válasz. Akkor legyen az irodalom. Legyen az irodalom? Még mindig, még mindig nem lehet rabolni, ugye? Hát én régen sokat olvastam, meg jó voltam irodalomból, és azt azért gondolkoztam, hogy elmondjam-e vagy nem, mert lehet, hogy beszélj meg szívunk. Az 1984-ben mindent lát ő. A nagy... Igen? Testvér. Igen! A nagy testvér! De hát ez egy mi? Ez egy... Ez mit ez egy, az 1984 egy regény egyébként. És abban van a... Pont. De mi? Ezt milyen szépen kitaláltad, és utána ez, fel se azt hittem, hogy tökélyességet mondtam, ez komolyan. Na, a srácokkal még nem végeztünk, ahogy láthatjátok, de közben felszeretnénk nektek tenni a nézői kérdést, ami így hangzik. Az első ember, aki a világűrben járt. Ki ő? És nagyon fontos, hogy nem a Holdon, hanem a világűrben. Úgyhogy várjuk a válaszatokat kommentben, és én mindjárt megkérdezem, hogy a srácok de otthon tudják. Lehet is élni is. Nem lehet, ne csaljatok, legyetek tisztességesek. Szóval úgy lesz most, hogy akkor felolvasom a kérdést, addig nem válaszoltok, amíg nem fejezem be a mondatot, és utána jön. Innentől kezdve, amit felolvasod a kérdést, jó. Na, Dávid, válasz kérlek. A tudomány szeretném. Igen. Dr. Dávid, választásra. Nézzük a... Tetszik. Legzöldebb légköri jelenség. Sarki fény. Igen! Tényleg? Wow! Jaj, végig sem gondoltam, hogy jó, tényleg. Dr. Konkoly rendel, köszönöm szépen. Dr. Konkoly válaszol egy betűt, ez a Z betű, mint doktor. Ez nem, mint doktor, de... Ez nem M betű, ez Z is lehet. Jó. Melyik legyen? Legyen a gasztronómia. Gasztronómia. Réka, te tudom, hogy nagyon szeretsz főzni, igen. Ugye? Igen. Nagyon jól is főzik. És nézem mindig Instastory-ba azokat a jó kis hiti tésztákat, paradicsomos szószán. Az a kedvencem. Hát elhiszem, jól néz ki. Na, hát akkor nézzük a gasztronómiát. Zenekarban ugyan nem játszik, de finomakat ehetünk belőle. Tessék? De micsoda? Dobos torta. Igen! Dobos torta! De halljátok ezek a kérdéseket, ez nagyon meg vannak nagyon csapatban. Annyira átütő, hogy mondom, valami köszönjük elnevezték valamiről. Nagyon jó.
Szia, szép volt. Köszönöm. Ez nagyon szép volt, ügyesek vagytok. Na hát kettő-kettő kérem szépen azért itt szép. És hogyha jön egy harmadik emelet, utána majd lehet kártyázni is. Na nézzük akkor, Dávid. Akkor jön a kultúra. Kultúra. Hát figyelj, tudom, hogy kultúra ilyen nagyon-nagyon elég dolgokat. Na nézzük akkor a kultúrát. Kultúra kérdésünk. Ebben a londoni múzeumban ingyenesen kultúrálódhatunk. Ez síri csend, ezt én nem fogom tudni. Dehogy nem. A második szó az nagyon könnyű. Látom. Szívem, hát hogy Londonban múzeumban. Na, te is mondhatod. Nem tudom. Ja. Nem tudjátok? Igen, Londonban múzeumban kellettem, nem? Harry Potter múzeum. A National Gallery. Ezt amúgy ez így fúj, de rossz. Úgy, ne szállalmas volt. De ez azért nehéz, mert kihagyunk direkt olyan izgalmas betűket, amivel még nehezebbé tesszük a választ. Most elégtem, mint a rejsztem. Sőt, elég össze is keverjük. Hát nyilván, persze, ezek ilyen kérdések. Nem már. Úgy, te most én fogok témát választani? Nem. Nem, most te a kultúrát. Ja, kultúr, igen, én akkor legaláztam magam. Hát de legyen hogy? A retro. Legyen a retro? Ha legyen. Mennyire vagytok jók retróban? A Dávid nagyon nektek? Jó retróban. Tényleg? Mert én már retro vagyok. Ronda és finom. Ez egy reklámszöveg. Egyébként is édességről beszélünk. Úgyhogy tudom. Már mondhatom, Ronda... csokító. Igen. Csak igen, ezt tudom. Ezt emlékszem, ez egy ilyen kis emberke volt, persze, ezt vágom. És Rékának ez a... Hoppá! Miről beszélünk? Hoppá, ott a csokító! Mi van? Mi a csokító? Volt ilyen reklám, esküszöm megnézem, hogyha végül... De milyen jó az a reklám, nem ronda, de finom, vagy ronda és finom, szóval ez mennyire király. Szeretnél húzni, hogy szóra megkérdezem? Hát persze. Na, hát helyes, végre! Az Inga megmondja. Jó, arra megy. Dopergés! De most tényleg csináljátok ezt? Nem fizetted be a számlákat, elvesztettél egy emeletet. Annyira tudtam, hogy olyan kösz... Na hát ez ennyit ér. Ez az Inga volt. Szóval kettő esett ki egyébként, de Dávid mégis ezt vázolta. Mert az Inga mondta. Az Inga nyilván. Mennyi emeletet vettél el? Egyet. Erülj neki, nem az összeset. Légy szíves, az adóhivatal most így ezennel... Az APEC behajtott. Behajtjad. Jokert választom, igazából... Fogalmam sincs, hogy ez miért lehet, bármint, hogy ez mi lehet. Remélem a filmre utal, de lehet, hogy nem. Láttatok a filmet? Igen. Tetszett? Aha, nekem nagyon jó volt, úristen. Nekem életem legjobb film élménye volt. Ez a legjobb film volt, amit nagyon tetszett. Na nézzük akkor a Jokerünket. Ha versbe szednénk, ez a játék rímelne a témakör nevére. Póker. Igen! Póker? Fel se fogtad a kérdést, igaz? De várj, én most ezen tartottam, hogy most milyen játék nem amit mi. Itt a Jokerre az... Ja, hogy a csúcsjátszmára gondoltam. A csúcsjátszmára gondoltam. Na. És Réka majd fejtegette a rímeket, hogy csúcsjátszma, tiri. És akkor hogy jön ki a játszma, de most ne vegyétek már azt a pillanatot, hogy most én megint nyertem, és... Ja, ne vegyük már. Tessék, tehát a dicsőség... Figyelj, az a baj, és megint három van, és megint húz. Jaj. Na, gyere, jó? Lic. Ilyen nincs. Nem fizetted be a számlákat, elvesztettél. Elvesztettél egy emelet. Megint egy de ugyanazt húztad ki. Nem, mert az itt volt. Mert hogy ugyanazt az emeletet húztad ki, ugyanazt veszíted el? Lehet, hogy azzal van a gond. Na, akkor én jövök. Híresség. Híresség? Ki a kedvenced? Hát... Zac Efron. Mondjuk... Nem, Lil Peep. Na nézzük akkor a hírességet. Nemrégiben köttettek házasságuk nagy port kavart. Köttetett? Ja, Justin Bieber és Hailey... Billy Bobby Brown, Justin Bieber és Billy Bobby Brown. De azt nem lehet, az nem mi? Jó. De Justin Bieber és Hailey, mi a Hailey... neve? Hailey... Justin Bieber is... Ne! Beszélj a hangosan! Baldwin! Hát Alec Baldwinnak a lánya. Ugye? Igen. Nem jutott eszembe a Baldwin, hanem már Bieber-t akartam mondani. Ezt nem kell fogadni, Réke! Ezt nem ér! Ez most nem... Akkor én most, ha ezt elfogadod, akkor én felállok és kimegyek. És gondolkoznom kell. Akkor visszaadtok egy emeletet, mert befizettem egy számára. Na jó, akkor tudod, ő húzni fog egyet is. Befizetted az összes számet, kapsz kettő emeletet. Tudja, hogy ilyen lesz. Na jó, de tudod mit? Tessék? Tényleg megkapom. Jó, szóval jó. Akkor ahhoz kötjük, hogy ha most ezt megadjuk, akkor mindenképpen kell húznom. Amúgy figyeld meg, hogy elfogom ezt az összeset, de legyen szeretek kockáztatni. Egyébként tudtad. Tudom, hogy mivel kell segíteni Réke. Azzal húzzam el, Réke, nézzes, nézzel, internetsés. Nála a pók lesz a szerencsésség. Léci. De akkor azt tudja, hogy csalás hangosan. Megtáltosodtál, kapsz két emeletet. Ilyen akkor sincs, hogy ez kit...
valami jós vagy, itt ingáztál sok mindent. Köszönöm szépen. Ebben fogadjunk, csak tessék. Egy van, de hogy perc. És nézzétek meg, nekem négyből ez csalás. Imádom, imádom. Ilyen nincsen. Nem lehet ezt kirakni, hogy csaló vagy valami ilyesmi? Tehát ez... Ja, betűkből. De figyelj, Dávid, ne add fel, még van lehetőséged. Hagyj békén, most figyelj, is hagyj békén. A harmadik, figyelnek. Van. De meg kellett adni azt a pontot. Na, az a helyzet egyébként, srácok, hogy már csak egy darab kérdésünk maradt. Szomorúan halljuk. Úgyhogy, Dávid, ezt nagyon alaposan át kell gondolnod, hogy melyiket választod. Mi lesz a végső döntéshozó kérdés? Szeretném választani az élőlényeket. Kiskoromban imádtam az állatokat, most is imádom, és most biztos olyan kérdés lesz, amire nem tudom a választ. De, én érzem. És hogyha eltad, akkor három igen, emeleted lesz. És szóval... kihúzom a bal szerencse dobozból a... Amúgy még húztatod azt, hogy én az összeset elvesztem. Igen. De van ilyen? Aha. Van. Inga, segíts! A rozmárok tesó. Fókák, ne csináljatok ezt! De én is mondtam már. Jó? Plusz egy kérdés. Én esküszöm, hogy kimondta hamarabb, de mind a ketten jó választ mondtatok, ezért mind a ketten kaptok egy-egy emeletet, ami azt jelenti, hogy mind a ketten húzhattok is. Úgyhogy húzzatok. Szia, mindent vagy semmit? Mert neki már 6 emeletet, most érted? Hogy valami... Jaj, neki már 6 emeletet. Mindent vagy semmit. Hangosan. Véletlenül rossz helyen építkezik, a másik játékos kap 2 emeletet. Ott van! Ne és itt... Nem a két emelet plusz. Ja, pluszba kap 2 emeletet. De ez még mindig csak 5, ugye? Tényleg, akkor... Úristen! 5-6? Na, Dávid, neked is van lehetőséged húzni, ugye? Mindenki. Légy szíves. Mindenki az ingálja. A stúdióban néma csendet szeretnénk kérni. Nagyon feszült pillanat. Én is feszült pillanat. Olyan, most nagyon izgulok. Én annyira izgulok. Tehát, hogyha lefordulok a székről, elnézést kérek mindenkitől. A fehéredik az arcom, akkor... Cserebere szerencse, cseréljétek ki az eddig megépített tornyaitokat! Mondtam, hogy ez lesz! Ez szabad utat! Na jól van, ez csalás volt! Trillereznétek át a két épületet, tehát cserebere van. Tessék, itt van a... De legalább a nevem rajta van. Hol van az rajta? Hát a Lilvi villát végülis átruháztam. Ki van téve? Ja, tényleg? Ja, tényleg? Tényleg? Neked semmi. Kaptam egy ilyen kis... Annyi kis kunyót! Ez azért volt nagyon izgalmas, mert hogy Dávid egyébként te több kérdésre tudtad a választ, tehát hogy több kérdésre tudtam volna helyesen válaszolni, Rékánk még írtó nagy szerencsé volt a játék egész folyama. Nagyon szép. Hogy éreztétek magatokat? Én nagyon jól éreztem nagyon magamat. Jó. Na, szóval nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Tényleg. Mi köszönjük. Egy visszavágó azért szerintem kell majd. Igen, bármikor. Én is akarok. Hogy kell egy tisztázókat. Nektek pedig nagyon köszönjük, hogy megnéztétek a videót, reméljük, hogy ti is ilyen jól szórakoztatok, mint mi. Hogyha igen, akkor írjátok le kommentben, nézzétek meg a srácok csatornáját is a leírásban, és gyertek át, játsszuk le Instagramjára is. Legközelebb is várunk titeket. Sziasztok! Sziasztok!